Na de vissza oda, hogy akkor mekkora fákat meg milyeneket ültessünk, ebből a listából egyébként bárki választhat, tehát ez hasznos lehet akkor, hogy magánkertbe választunk fát, mert azért ez nem egy ilyen stabil lista, hanem ez mindig így alakul. Tehát mondjuk voltak bizonyos dolgok, mondjuk egy díszkörtére gondolok, ami 20-30 évvel ezelőtt, de inkább 20 évvel ezelőtt nagyon nagy sláger volt. És ez a díszkörte, most azt látjuk, a 5. kerületben is van, hát a belvárosi részeken nem igazán muzsikál szépen. Kiritkul a lombja, mindig megbetegszik, rengeteg baj van vele. Külső kerületekben, ahol megfelelő mennyiségű talaj van neki, és jobbak az életkörülmények, gyönyörű. Tehát, hogy igazából az, aki kertész, illetve fák választásával foglalkozik, semmi más nem csinál egész nap, mint amikor így megy, és videó nézi a fákat, hogy hol, milyen körülmények között azok hogy mutatnak. És tulajdonképpen ebből a tapasztalatból, de ugye ez bárki megteheti, tehát mindenki, aki ma is sétál Budapesten annak, vagy Pest megyében, annak mindig azt tanácsolom, hogy járjon nyitott szemmel. Ugye van ez a növényvakság, amiről sokat beszéltük, hogy észre se veszük a növényeket, tehát vegyük észre a növényeket, nézzük őket, illetve ha kiszúrtunk egy növényt, amit most már megismerünk, mert mint megismerik a mezei juhart, akkor próbáljuk meg mindenhol ezt a mezei juhart felfedezni, és nézzük meg, hogy mi a különbség, és nagyon rá fogunk arra csodálkozni nekem, mikor elvégeztem a kertészeti szakközépiskolát, én azt képzeltem, hogy hát én most már mindent megtanultam, és akkor utána, hát ez a folyamat azóta is tart, mindig látok növényt, és azt mondom, hogy hát ez a növény, hát erről, hát ez nem így van, hát ez nem lehetne. Tehát erről azt tanultuk, hogy ez egy cserje, és akkor hogyha itt ilyen kis falakban van, vagy fordítva. Tehát az, hogy a növények hányféleképpen jelennek meg, pláne a városban, ahol ugye nagyon sok torzító tényező van, az egy nagyon-nagyon izgalmas és hát élménydús program, úgyhogy mindenkinek javasol beépíteni a mindennapjaiba, hogy figyelgesse a fákat.